Köszöntöm nézőinket, Önök közéleti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Egyre gyakoribbak a kémény és lakástüzek. 30 éve nyújt segítő kezet a Humán Szolgáltató Központ. Ruhákat és élelmiszert osztottak a máltaiak Szekszárdon. Az oktatás különböző szereplői találkoztak a szakképzési konferencián. Míg 2021-ben 71 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, addig ez a szám 2022-re már 89-re nőtt Tolna megyében. Közel 2300 négyzetméternyi terület vált a lángok martalékává a nem megfelelően használt tüzelő berendezések, illetve a nem karban tartott kémények miatt. Pár hete, hogy elindult a fűtési szezon, és ez magával hozta a megszaporodott kéménytüzeket és a szénmonoxid mérgezéses eseteket. Ezek a káresetek jellemzően abból adódnak, hogy nem megfelelően használják a háztartásokban a tüzelő fűtőberendezéseket, valamint az égés termék elvezető rendszereket. A helytelen használat és a nem megfelelő karbantartottság miatt pedig egyre gyakrabban fordulnak elő lakástüzek. 2022-ben 89 lakástűzhöz vonultak a tűzoltók, míg szemben az azonos időszakot vizsgálva összesen 71 tűzesethez kellett vonulni a Tolna megyei egységeknek. Itt 2260 négyzetméternyi terület lett a lángok martalékává idén, míg tavaly az azonos időszakot vizsgálva az 1240 négyzetmétert jelent. Összesen 2022-ben több mint 260 fecskendő vonult ezekhez a káresetekhez, míg tavaly ez 212 tűzoltójárművet jelentett. Itt most érzékelhető, hogy minimálisan megnövekedett a tűzesetek száma, itt, ami a lakásban előfordulnak. Ennek ugye elsődleges tényezője most itt a fűtés időszakban, ezt nem is kell említeni. Itt a különböző kéménytüzek, a fűtés hibájából eredő problémák, tehát ezeket kell elsődlegesen így átvizsgáltatnunk. Célszerű otthon ezt itt rajzsromba venni, hogy pontosan milyen fűtőeszközünk van, ezen milyen teendőink akadnak. Itt a szilárdtüzelésű fűtőberendezések esetében, vagy akár a gáz üzemű tüzelőberendezések esetében is magát a készüléket is célszerű évente átvizsgáltatni. Folyamatosan a friss oxigént biztosítani kell az égéshez, tehát mind a gáz, mind a szilárdtüzelésű fűtőberendezésekről legyen szó, a megfelelő húzatot azt a lakásban biztosítani kell. Nyilván a kémény az a másik ilyen eszköz, egy épület technikai megoldás, ami az égés terméket majd el fogja vezetni az adott légtérből. Ezért a tüzelőberendezéseket, illetve kéményeket rendszeresen ellenőriztetni kell. A gázüzemű készülékek esetében két évente célszerű a kéményseprőipari tevékenységet ellátó csoportot felhívni. Ezt a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt meg lehet tenni, míg a gázüzemű készülék esetében, tehát ott két évente célszerű, a szilárdtüzelés esetén pedig évente érdemes végrehajtatni gyakorlatilag a kémény kitakarítását is. Ez fogja nekünk biztosítani azt, hogy az oxigén majd a megfelelő húzatnak köszönhetően végig tud szállni, és így a minden égés termék gyakorlatilag a tökéletes szinte a tökéleteshez közel formában el fog tudni majd távozni az adott légtérből, nem fog visszaáramlani a lakótérben. Itt ugye a füst az, ami problémákat jelenthet, például ilyen értelemben az egészségre is nyilván ennek kártékony hatása van. Egy füstérzékelővel egyébként meg lehet előzni az ilyen irányú problémákat, tehát az már jelezni fogja nekünk idejében azt, hogy valami probléma van bent, esetleg van visszaáramlás, itt megint csak akkor a kéményserpő tud segíteni, valamint bármilyen tűzeset kapcsán, tehát itt a lakásban a tüzeket okozhatják, elektromos tüzek okozhatja a fűtés, előfordulhat konyhában a különböző főzési tevékenységek végrehajtása közben, dohányzás, valamint a nyílt láng használat, ez megint azok a klasszikus és leggyakoribb formák, amelyek előidézhetnek a lakásunkban tüzet. Ezekre minden esetben egy füstérzékelő gyakorlatilag megoldás lehet, idejében jelzi a számunkra, hogy valami probléma van bent az adott lakásban, az adott helységben, és így még minimalizálható gyakorlatilag az anyagi kár is, és ami a legfontosabb az pedig, hogy idejében el tudjuk hagyni az adott ingatlan, és tudjuk a 112-n keresztül riasztani a tűzoltókat. Sokan kiegészítő megoldásként hősugárzóval is fűtenek, ám ennek a használata is számos veszélyt rejt magában. Egy elektromos hősugárzó használata közben is számolni kell azzal, hogy az elektromos hálózat lesz terheltebb, ezeket is érdemes egyébként megfelelő időközönként felülvizsgáltatni, valamint a készüléket is megfelelő helyre helyezni, igyekezni, hogy lehetőség szerint annak a kábele az ne legyen megsérülve, tehát a szigetelése az gyakorlatilag sértetlen legyen, valamint ne legyenek ezek a hosszabbítókon keresztül nagy kötegekbe, tehát összehúzva és egybe kötegelve ezek a kábelek. A tűzoltók vonulásának másik gyakori oka a szénmonoxiddal kapcsolatos.
Ezeket azokban a háztartásokban lehet kimutatni, ahol a lakók gondoskodtak arról, hogy a szénmonoxid érzékelő készüléket beszerezzenek. Itt idén Tolna megyében 16 esetben kellett vonulnia már a tűzoltóknak, míg tavaly 11 alkalommal vonultunk hasonló esetekhez. Nyilván ez is egy emelkedő számot mutat, itt ez viszont nem feltétlen egy negatív statisztika, ugyanis abszolút az figyelhető meg, hogy egyre többen igyekeznek ezeket az eszközöket beszerezni és telepíteni a lakásba. Ezek első alkalommal fogják nekünk érezni, mert nagyon kicsi koncentráció esetén is azt, hogy a veszélyes gáz az bizony megjelent a légtérben, és idejében felhívva a figyelmünket arra, hogy hagyjuk el az adott lakást, vagy az adott házat. Ez a láthatatlan gyilkos az egyik legagresszívebb, gyakorlatilag ilyen szinte veszélyforrás, ami az életünkre is, hát sajnos így, itt akár tragédiával is végződhetnek ezek az esetek. Itt 5 alkalommal idén csak fürdőszobában jelentkezett jeleztek ezek az eszközök, ami azt is mutatja, hogy a vízátfolyós melegítők, tehát fürdőszobában, de akár egy konyhai vízátfolyós melegítő is, és ezek a nyílt égésterű vízátfolyós melegítőkre gondolok, ahogy az öllángot voltak éppen egy kézzel meg lehetne érinteni, tehát szabad szemmel így látható. Ezekre a készülékekre kell gondolni, és itt érdemes így a preventív jelleggel gondolkodni azon, hogy ezt hogyan is tudnánk így elkerülni. A legfontosabb, függetlenül attól, hogy szilárd tüzelési fűtőberendezésünk van, vagy épp egy nyílt égésterű gázüzemű készülékünk, a szellőztetésről folyamatosan gondoskodnunk kell. Naponta legalább 2-szer egy kiadó szellőztetésnek vessük alá az ingatlanunkat, hogy gondoskodjunk a megfelelő levegő utánpótlásról. Tolna megyében is jelentősen nőtt azoknak a családoknak a száma, akiknek már a napi megélhetés is nagy nehézséget okoz. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai az elmúlt 30 évben azon dolgoztak, hogy nekik segítőkezet nyújtsanak. Folyamatos adománygyűjtéssel, programokkal támogatják a nehéz helyzetben élő családokat. Zsákokban és dobozokban gyűlnek az adományok, ezeket mind a rászorulóknak juttatják el a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai. Az elmúlt 3 évtized alatt számos hátrányos helyzetben élő családon segítettek már. A támogatásnak napjainkban még nagyobb jelentősége van, hiszen napról napra egyre többen küzdenek a megélhetésért. Mindig minden évben, és hát tulajdonképpen egész évben folyamatosan gondolkodunk, hogy hogyan tudunk mi magunk is megújulni, illetve hogyan tudunk a szükségletekre mindig válaszolni. Természetesen ez a téli időszak és ugye az advent és a karácsonyi ünnep közelettével ez mindig hatványozottan igaz, természetesen most is készülünk. Ami egyébként folyamatos nálunk, az havonta egyszer, kétszer adomány napot, illetve cserebere napot szervezünk, és ugye itt mindig ez arról szól az adománynap, hogy amit kapunk a lakosoktól, ruhát, könyvet, játékot, bármilyen adományt, azt itt az adománynapon jöhetnek azok, akik rászorulók, és ők ezt innen tudnak válogatni és vinni. Ugye a cserebere nap az annyiban más, hogy akkor ott hozok is valamit, és ugye vihetek, és akkor ott vagy saját maguk tudják kicserélni, vagy hoz valamit, és abból, amit behoztak, abból tud válogatni. Mondhatom azt, hogy így a városban a civil szervezetekkel, és akkor mondjuk itt csak kiemelnék 2-3-at, akikkel nagyon szoros a kapcsolatunk, mint a Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja, illetve a Caritas, akikkel folyamatosan, pontosan így az adomány közvetítés tekintetébe kapcsolatban vagyunk, mert hogy hát azt azért el kell mondanom, hogy tapasztaljuk, hogy elég nagy probléma van a családok életében és a családok tekintetében, és ugye igazándiból még csak most kezdődik itt a téli időszak, vagy a hidegebb időszak, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy koordináljuk és összefogjunk itt a városban, és célirányosan az adományok eljussanak mindenkihez, mindenhova, mert hogy vannak rászorulók. Az intézmény vezető úgy fogalmazott, hogy azok, akik nem hangosak, ott van a legnagyobb feladata a szakmának, illetve a civil szervezeteknek. Ezért fontos az összefogás, hogy azokhoz is eljusson a segítség, akik a legnagyobb csendben vannak. De szerencsére kialakult egyébként már egy olyan közösség, ahol a szomszéd, hozzátartozó, barát is felelősséget vállal, és hogyha éppen a rászoruló nem jelez, akkor jelzi ezt a közösség bármely tagja, ami nagyon fontos és meghatározó.
Az adománygyűjtés egyébként folyamatosan zajlik. Fogunk akciókat hirdetni majd, amikor a karácsony közeletté, vagy különösen akkor most játékot szeretnénk, különösen akkor most tartós élelmiszert szeretnénk. A karácsony tekintetében ugye családokhoz eljuttatni, de tulajdonképpen az is már évek hosszú folyamata óta kapcsolatban vagyunk így a civil szervezetekkel, felajánlókkal, akik gyűjtenek szintén, és ugye mi kiközvetítjük a családokat. Mert hogy ugye tudjuk, hogy ki az, akihez, és megbíznak bennünk azok, akik adományoznak, és akkor ő hozzájuk kiközvetítjük a családokat. Általában most már egyébként az a jellemző, hogy a családok szokták vállalni, hogy elmehetnek hozzájuk, vagy itt a mi intézményünkben találkozik az adományozó, és az, aki az adományt átveszi, mert régenben azért az volt a jellemző, hogy nem, hanem ugye akkor mi közvetítettük konkrétan, tehát, hogy mi vittük ide, most már vállalják, és szívesen megköszönik, és ugye az, aki adományoz, az meg még inkább sokkal nagyobb nyugalommal, és látja, hogy hova jut az az adomány, amit ő összegyűjtött, vagy éppenséggel adni szeretne. Egyébként a különböző programjaink azok mennek, és hát ugye egy ilyen fontosabb feladat még, hogy az óvodai iskolai szociális segítőink, ők itt az őszi szünetre is már készültek különböző programmal, de ugye, hogy ebben változás, hogy akkor nem lesz őszi szünet, viszont a téli szünet hosszabb lesz, ezért kell nekünk is ugye újra tervezni, és erre a téli szünet idejére olyan programokat szervezni, de hogy ezek is működnek, működni fognak, és egyébként így a honlapunkon, a Facebook oldalunkról, mert nyilván iskolákból, óvodákból fognak erről értesülni a lakosok. A legnagyobb szükség most a tartós élelmiszerre és az egyszeri segítségre van, mondja a szakember. Nyilván a ruha és az egyéb adományok, ezek meg abszolút háttérbe szorulnak, ugye ilyenkor, amikor az alapvető fizikai szükségletek kielégítésével van probléma, akkor ezek kerülnek háttérbe. Tehát arra folyamatosan, mert hogy ugye azért hát ruházkodni is kell, illetve azért a gyereknek valamiféle játékot vagy mesekönyvet azért jó, hogyha tudunk adni, de konkrétan most, ami az az élelmiszer, konzervek nagy mennyiségben, akkor az, ami ugye ilyen zacskós leves, vagy olyasmi, amit ugye azonnal el lehet készíteni. Az idén 30 éves humán szolgáltató központ a jubileum alkalmából egy ünnepség keretein belül szeretné feleleveníteni az elmúlt 3 évtized történéseit. 92-ben itt a Családsegítő Központ néven indultunk, aztán ahogy változott minden, és egyre bővült ugye az intézményünk szakmai egységek tekintetében is, most már humán szolgáltató központként működünk. Hát mindenféleképpen szeretnénk egy pillanatra megállni, és ezt így megünnepelni, és a régi és a jelenlegi kollégáinkkal egy kicsit összejönni, beszélgetni, és hát november 10-én szeretnénk mi ezt egy ilyen kis beszélgetés és ünnepség keretében megemlékezni arról, hogy hát itt azért 30 éve itt vagyunk a városban, és mi minden történt, és hát itt szeretnénk majd egy ilyen kiváló dolgozói díjat is átadni egy kollégánknak, és hát ilyen kis kötetlen beszélgetés és visszaemlékezés arra, hogy itt mi volt az elmúlt 30 évben, mi változott, mi történt itt velünk. Rengeteg ruhát és több száz kiló élelmiszert osztott szét a Máltai Szeretett Szolgálat Szekszárdon néhány napja. A jótékonysági szervezet ezúttal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítségének köszönhetően liszttel is támogatta a rászorulókat. Ruhát és élelmiszert osztanak a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportjának tagjai. Ők ugyanígy tesznek minden hónapban. Erre azért van lehetőségük, mert a helyiek rendszeresen segítik jótékonysági szervezetük munkáját. Ezúttal pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott a felajánlók közé. A térre készülünk tulajdonképpen fel. Ennek azért is nagy jelentősége van, mert ahogy az országos szinten is most a fűtéssel gondok vannak, itt nálunk is lesz egy ilyen probléma, hogy nem lesz fűtés az épületünkbe, és hát gondoljuk, hogy nagyon sok családot is fog ez a gond érinteni. Ezért most összekészítettünk nagyon sok téli ruhaneműt, lábbelit,
hogy az emberek hozzájuthassanak, hogy ne fázzanak, illetve átpróbálunk az élelmiszerekkel is segítséget nyújtani. Az élelmiszerek adományozásához csatlakozott nemrégen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Nekik köszönhetően a máltaiak idén a Magyarok Kenyere program során Tolna megyében összegyűlt liszttel is segítik az ügyfeleiket. Ez most nekünk nagyon jól jött. Egyrészt az, hogy a lakosságtól kaptunk pénzadományt, amiből tudtunk vásárolni krumplit és hagymát, és hát a NAK-nak a nagy lelkű segítsége, amin keresztül ide Szekszárdra 2000 kiló liszt érkezett, és ezt a lisztet fogjuk most megkezdeni osztani a lakosság felé. Hát ez több hónapnak a folyamata lesz, tehát azért ez nem most osszuk ki az összeset, hanem most a 200 főből álló támogatotti körünknek osztunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több 10 éve koordinálja a Magyarok Kenyere programot. Országos szinten mindig meghaladjuk az előző évit. Ugye az idei év nagyon a szájos év volt, ennek ellenére hasonló mennyiséget gyűjtöttünk össze, mint az előző időszakokban. 10 tonna körüli búza mennyiség gyűlt össze a megyében, és ebből 7,5 tonna lisztet tudtunk leőröltetni. Ami egy ünnepélyes adományozó ünnepségen került átadásra a Máltai Szeretetszolgálatnak, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy most a mai napon részt vehetünk a konkrét adományozásban is, amikor a rászoruló családok megkapják a Tolna megyei gazdálkodók által összegyűjtött búzából leőrölt lisztet. A Máltai Szeretetszolgálat szexuális csoportja az ország legaktívabbjai közé tartozik. Országosan az egyik legaktívabb csoport a szekszárdi, a dél-dunántúli régió tekintetében mindenképpen a legaktívabb, első három csoport, inkább így fogalmaznék, hogy senkinek ne sértődjön, a legaktívabb csoportok egyike. És nagyon jól szervezettek, tehát nagyon frappánsan, gyorsan tudják kiosztani a kapott adományokat. Az elmúlt években is jó helyre sikerült ezeket a liszteket kiosztani, és ez most is így fog történni. Úgyhogy nagy feladatot ró ez az önkéntes csoportjainkra, illetve az intézményeinkre, de mindenki itt van, mint ahogy látszik a háttérben is, a kolléganők aktívan dolgoznak azon, hogy jó helyre kerüljön a kapott adomány. Az elmúlt évek nehézségei új típusú feladatok elé állították a máltai önkénteseket is. Most ez az év, ez jelentős plusz feladatokat rót, ugye az ukrán háború, ahogy elindult, rögtön lent voltunk a határon, ott egy segélypontot létesítettünk, az ország minden portjából voltak önkéntesek lenne ezeken a segélypontokon. Napi 1500 és 1800 fő között jött az első hónapokban, ez nagyon nagy megterhetést jelentett, és ebbe a, nem csak a munkatársak vették ki a feladatban a részüket, hanem jelentős mértékben az önkéntes csoportok is részt vettek ebbe a munkába, de ez nem állt meg ez a munka, tehát a határon most már nem jönnek olyan mértékbe, viszont a mélységbe, az ország mélységébe, itt Szekszárdon is, és a régió egyéb más településein is vannak ukrán menekültek, akiket folyamatosan támogatunk élelmiszeradományjal, az iskoláztatásba segítünk nekik, lakhatásba, munkába való jutáshoz segítjük őket, úgyhogy most inkább erre a feladatra áll, tehát a szeretetszolgálat, nem a határ aktív. Határon is len vagyunk, de nem olyan volumenben, mint a kezdetekben. A mostani adományozás idén nem az utolsó volt. Ebben az évben két hasonló akciót terveznek még. Elsősorban a pályaválasztás lehetőségeit vitatták meg azon a konferencián, amelyet a Nemzeti Pedagógus Karral együttműködve szervezett a Tolna megyei szakképzési centrum Szekszárdon. Az eseményen többek között egy pódium beszélgetésre is sor került, amelyen a pályaorientáció több résztvevője is ismertette szerepét. Konferenciát tartott a Tolna megyei szakképzési centrum a Nemzeti Pedagógus Kar megyei szervezetével együttműködve. A program legfőbb célja az volt, hogy az oktatás különböző szereplőit, vagyis az általános iskolákat, a tankerületeket, a szakképzési területen dolgozókat közelebb hozzák egymáshoz. Egy fővonalat is kitűztünk pont emiatt, mert hogy azt szeretnénk, ha a pályaorientáció témakörét járnánk körbe. Ezért aztán a mai meghívottaink és meghívott vendégeink is ebben a témakörben fognak tájékoztatást adni nekünk. Az együttműködés az még egy tavaszi időszakról nyúlik vissza, amikor a
Korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában működtek a szakképzési centrumok, és akkor született egy megállapodás még a tárca és a Nemzeti Pedagógus Kar között erről ezzel az együttműködéssel kapcsolatosan, és ennek a megyei rendezvényeit szervezzük itt most Tolna megyében is. A centrum bemutatkozik részben, hiszen itt most lesznek olyan kollégák, akik nem biztos, hogy még ennyire testközelből ismernek bennünket, bár egyes iskoláinkat természetes módon igen, de összességében azért a nagy képet is látni kell. De nem csak a centrum mutatkozik be, hanem egy picit szeretném, hogyha a Tolna megyei foglalkoztatási paktumról is kapunk majd egy tájékoztatást, hogy azt is megismerjék a résztvevők. Egy picit a szakképzés aktualitásairól fognak nekünk egy előadást tartani az NSFH főosztályvezetője tolmácsolásában, illetve magáról a Nemzeti Pedagógus Karról, mint szervezetről is kapunk egy tájékoztatást. Mai napot úgy tervezzük, hogy egy pódiumbeszélgetéssel zárjuk, ahova viszont már a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit is, gazdasági szereplőket, duális partnereinket is meghívtuk, hogy egy ilyen moderált, de mégiscsak kötetlen beszélgetés kapcsán járjuk körbe a pályorientáció témakörét. Ez arról szól, hogy a szereplők hogyan tudnak közösen gondolkodni, és nekem ez sokkal-sokkal fontosabb, mint egy formális együttműködés, mert a szereplőknek az együtt gondolkodása, a közös célok, a közös feladatok kitűzése és azoknak a közös megvalósítása jelenti egyébként azt az előrelépés számomra, ami egy ilyen rendezvénynek a hozadéka és egy együttműködésnek a hozadéka. A Nemzeti Pedagógus Karnak minden állami fenntartású intézményben dolgozó oktató a tagja, egyfajta szakmai érdekvédelmi szervezet. Illetve az oktatás mindennapjaival foglalkozik. Rengeteg tagozata van, területi szervezetei, és nagyrészt például mi továbbképzéseket, illetve információ áramlásokat végzünk, valamint az oktatás politikai döntéshozók felé közvetíti az elnökség azokat a jó dolgokat, meg hát a problémákat is, amik kezelhetőek. Kancellár úrra egyetértettünk abban, hogy már 7. osztályban fontos elkezdeni a pályaorientációt, amiben ahogy a szakképzés, illetve a középiskolák lehetősége az, hogy kiközlik a szülők felé a választási kínálatot, az általános iskoláké pedig az, hogy a gyerekeket próbáljuk terelni a megfelelő irányba. Erre például már létezik a pályaorientációs mérőeszköz, amit kitöltenek a gyerekek, ez egy teszt, és egy nagyon jó irányvonalat kapnak, felméri a képességeiket, az érdeklődési területeket, és javaslatot tesz arra, hogy milyen szakma felé érdemes tovább mozdulniuk, egészen odáig, hogy feltünteti azokat az intézményeket, ahol ezekkel a szakmákkal foglalkoznak. Ez 2 éve megy az általános iskolákban, 8. osztályban kötelező, 7. osztályban mi mondjuk megcsináljuk. Nagyon élvezik a gyerekek, és hasznos dolog. Az eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is részt vett, köszöntőjében elmondta, hogy nélkülözhetetlen a pedagógusok munkája. Azokban az intézményekben, ahonnan önök érkeztek, az emberi világ készül. Az önök iskolái nevelik azokat a gyerekeket, akik az ott megszerzett tudással alakítják majd tárgyi emberi világunkat. Az a tudás, amely az önök keze alól kikerülő fiatalok birtokába jut, építi fel jövendő világunkat, teszi élhetővé mindennapjainkat, és nyit utat az egyén eredményeire építve egy társadalom sikerének. Hatalmas felelősség nyugszik az önök vállán, mert nincs az az akadémiai szintű tudás, elmélet, praxis, amely nélkülözni tudná a kétkezi munkát, a gépek irányítását, a folyamatok lebonyolítását, ellenőrzését végző szakembert. A jó szaktudással lépnek jövendő munkájaikra fiataljaink, az a felemelkedésünk biztosítéka, ám ha nem tudnak megfelelni a kihívásoknak, az a jövőnket emészti fel. A kihívások száma pedig végeláthatatlan. Ha békés világot élnénk, akkor is nap mint nap szembesülnének a frissen munkába lépők a világ folyamatos változásával, ma azonban még a békés világ is csak ábrán. Korszerű gyúrást szeretne mindenki közvetíteni, ugyanakkor nagyon nehezen kibokozható, hogy holnap mi lesz, ami még ma korszerűnek mondható.
felkészült fiatalokat szeretnének látni mindenütt, sokszor magunk sem tudjuk pontosan, mi mindenre kell még felkészülni. Az alpolgármester hozzátette, hogy a szakképzési konferencia kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a jelenlévők ebben a bonyolult világban mindannyian folyamatosan kutatják a továbblépés lehetőségét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!